Rendkívül feszített munka, tehát ugye egy hosszú leállás után szinte napi teljesítés, ez nagyon-nagyon komoly. Éppen ezért is talán egy kis tehermentesítés az igazán húzóknak, hogy néhány helyen lesznek kettőzések, beugrások a szerepekbe, tehát még ez is előttünk van. Felkészül is mindegyik előadást újra próbáljuk, legyen egy kis kondíció, térjenek vissza a régi reflexek. Ugyanez az arány, mint a tagok esetében, hogy a nyári partnereink, ahol szoktok minket hívni, 95-96%-ban megmaradtak, tehát a legnagyobbak. Kőszegi Várszínház, Gyulai Várszínház, Egri-Agria játékok, debreceni nagyerdei színpad, és hát a balatonparti települések, Arsós, Füred, Akali, Keszthely, Balatonlelle, és hát ne hagyjuk ki Veszprémet, mert itt is van egy nyári helyszínünk, a Várbéli, egykori Várbörtön udvara. Elsősorban a legkeresettebb előadásainkat játsszuk nyilván, Pál utcai fiúk Her, Padlás dzsungelkönyve, ők vezetnek, de minden valószínűség szerint felújításra kerül a tavaly bemutatott Kalózkaland, ami egy ilyen strandszínházi játszadozás a gyerekekkel, egy interaktív játék. Közben pedig próbálunk majd még szintén a nyár folyamán a félben maradt Doktor úr című produkciónkat, amely elmaradt bérletes előadásunk, és azt majd szeptemberben fogjuk pótolni. Ugyanígy szeptemberben pótoljuk a májusban elmaradt táncfesztiválját, ami egy EKF-es nemzetközi történet, és még szeptember végén elkezdjük 20. jubileumi évadunkat a Virágot Algernonnak bemutatójával.